Funchsó van ott mellette a 16-oson belül, Hodzsics még elkezd vele cselezgetni, ez már sok volt, újra beteszi, ott a gólhelyzet, és vezet a MOL Fehérvár Futács Márkó fejesével. Itt lehet látni, ez egyértelműen védekezési hiba, hogy ennyire egy jól fejelő játékost magára tudnak hagyni. Pekár is ott volt bent, a hosszú oldalon Farkas, a röviden is állt valaki, csak éppen Futácson nem.